azt fogadjuk itt, azt a szobrot hoztuk haza, aki miatt mi itt otthonra találunk. Palóc népviseletbe öltözött lányok és ferences szerzetesek kísérték be a Mária szobrot a Szent Kuti Bazilikába június 7-én. A kegyszobrot a búcsújáróhely felújítása miatt eddig a budapesti Szent István Bazilikában őrizték. Pünkösdre került vissza a Nemzeti Kegyhelyre, a felújított oltárba. Budapesten ott található a 0 km kő, amelyhez mérünk minden távolságot. A kegyszobor ilyen a Szent Kuti kegyhely életében, hogy mindent ehhez mérünk, ehhez érkezünk, és ettől indulunk el. Vagyis ide érkeznek a zarándokok, és itt találják meg azt a kiinduló pontot, amely segíti őket abban, hogy újra kezdjék az életüket. Ennek a kegyszobornak az elhelyezése éppen ezért igen fontos és jelentős esemény a kegyhely életében, hiszen nem tudunk arról, hogy az elmúlt 3-400 évben a kegyszobrot bárhova is elvitték volna innen, vagy bárhonnan is visszahozták volna. Mátra Verebély Szentkút Magyarország egyik legjelentősebb búcsújáróhelye 2006-ban nyilvánították nemzeti kegyhelyé. Évente hívők százezrei keresik fel, a Mária szobor fogadására is nagyon sokan érkeztek. Mi minden ünnepen itt vagyunk, mert mink itt lelki megnyugvást találunk, meg örülünk, hogy a Szűzanyának a közelébe lehetünk. Mink itt nagyon jól érezzük magunkat. Nekem ez nagyon nagy megnyugvást ad, a hitembe megerősít, és ez egyfajta lelki békét nyújt a mi napjainkban. Nagyon fontos az embernek, hogy úgy tudjon élni, hogy a lelki nyugalma megvan, mert akkor ugye a környezetében is ezt sugározza, ezzel tud segíteni a embertársain. 7 órás gyaloglás után énekelve érkezett meg ez a 150 fős csoport a Szent Kuti kegyhelyre. Többségük már évek óta részt vesz a pünkösdi zarándoklaton. Egy 7 órás zarándoklat után értünk ide, erre a kegyhelyre, ami a testi lelki erőnk feltöltésére, és hálát adni valóban jó Istennek, az értünk ki a munkánké. Én egyébként is elég sok oldalon sportember vagyok, szóval engem nem viselt meg, de kemény sok barátunknak, zarándoknak ez az út. 6 éves koromtól járok Szentkúthoz, nem minden évben, de amikor csak tehetem, megpróbálok eljönni. Tiszteletet tegyünk a Szűzanyának, imádkozzunk családtagjainkért, egyházunkért, nemzetünkért. És fontosnak tartom a lelki megújulást, amiben itt részünk van. Az Úr lelkemben ölti a földkességet. Alleluja! A délutáni szentmisén megáldották a kegyhely új oltárképét, amit a világhírű jezsuita művész Marko Ivan Rupnik készített. Itt Mária tartotta Krisztust, a gyermek Jézust. Ott már a föltámadt Jézus tartja Máriát, ez a fiatal arcú, fiatal asszony arcú, kisbaba, ennek a szimbóluma. A hívők közül sokan kifejezetten ezért látogattak el Mátra Verebélyre. Sokkal díszesebb, sokkal birtékesebb. Lehet, hogy az egyszerű ember majd azt fogja mondani, hogy az túl díszes, de nekem személy szerint nagyon tetszik. A leglátogatottabb római katolikus búcsújáróhelyet mintegy 2,5 milliárd forintból újítják fel. A beruházás csak az év végére készül el teljesen, de a templom és a szabadtéri misézőhely felújítása pünkösdre befejeződött.